Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A tél kedvez a légúti fertőzésnek, növekszik a betegek száma a rendelőkben. Elfajult családi vita a pénzfogságában. Munkaszüneti napok 2024-ben, hét hosszú hétvégére készülhetünk. Újévi fogadalmak, sokan sporttal szeretnének fogyni. Az országban 40.200 fő fordult orvoshoz influenza-szerű és csaknem 300.000 fő akut légúti fertőzés tüneteivel a 2023. december 11 és 17-e közötti időszakban. A betegek korcsoport szerinti megoszlása nagyjából egységes, azonban az influenza-szerű megbetegedések és az akut légúti fertőzések is inkább a fiatalabb korosztályt érintik. Az elmúlt héten összesen 327 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumába. Döntő többségüknél influenzát állapítottak meg az adatok elemzése után. Január első hetében több, mint 11.000-en fordultak házi orvoshoz influenza-szerű tünetekkel a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. Felső légúti panaszok dominálnak, láz, torokfájás, köhögés, orfolyás, tagfájdalom. Ezek elsősorban influenza-szerű tünetek, illetve még előfordulnak a hányással, hasmenéssel járó kórképek. Mind az influenza, mind a Covid előfordul. Szerencsére fatális kimenetel nincs, nem volt még. Tehát kórházi kezelés, kórházi ellátás például egy betegem sem igényelt például Covid miatt, de vannak Covidos esetek. Dr. Szabó Gábor háziorvos szerint az esetek ritkább esetében fordul már csak elő a koronavírus, ami a rendkívül erőteljes mutációs hajlama miatt folyamatosan képez új és új variánsokat. Tehát az, hogy megjelenik egy új variáns, nem jelent nagy meglepetést és nem ad okot aggodalomra, hiszen a tünetek enyhébbek. Olyan célzatban, hogy szakmailag indokolt, hogy tudjuk, hogy Covid vagy nem Covid, vagy egyes munkahelyeken még folynak a tesztelések, ez a betegeim nagy többsége akár magánszolgáló vesz Covid-tesztet és nézi magát, és előfordul, tehát van még Covid, illetve az influenza. Emellett pedig a felülfertőződés kapcsán előfordul a tüdőgyulladás esetek, amikor például antibiotikum kezelése is kerül sor, de szerencsére mondom, kórházi ellátásban még nem kell senkinek részesülnie. Az időjárással összefüggésben a légzőszervi vírusok terjedése sajnos nagy segítséget kap. A környezetben ezek a vírusok jobban és tovább terjednek, tovább tudnak élni, és emiatt könnyebben okoznak fertőzést. Az egyik üzlet alkalmazottja tett bejelentést 2024. január 3-án kora délután, mert két nő a vásárlótérben összeverekedett. Az egyenruhások a helyszínről egy 23 éves fiatal nőt állítottak elő, aki valószínűsíthetően alkohol és drogbefolyásoltsága alatt állt. A rendőrségre családi veszekedésről érkezett bejelentés az új év első napjaiban Szekszárdon. Egy áruház biztonsági őre tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy az üzletben két nő összeverekedett. Kollégáink azonnal a helyszínre értek, ahol próbálták kideríteni, hogy mi is történt valójában. Egy 59 éves szekszárdi nő és 23 éves lánya együtt indultak az üzletbe vásárolni, hogy kozmetikai cikkeket vegyenek. Azonban a 23 éves lány úgy gondolta, hogy az édesanyjánál lévő pénzét ő megszerzi, azonban anyukája nem adta át a pénzt, mert látta a gyermekén, hogy ittas állapotban van. A szakértői vizsgálat később megállapította, hogy a gyanúsított kábítószerek hatása alatt állt, amikor a cselekményét elkövette. A két nő a pénz átadása miatt durlakodni kezdett, és egy óvatlan pillanatban a lány az édesanyja pénztárcáját megszerezte, majd orrba is vágta őt, és el akart menekülni a helyszínről. Kollégáink az asszonyt elfogták, és vele szemben önbíráskodás büntett, valamint kábítószer fogyasztása miatt is eljárást indítottak. Az eljárás során fogják megállapítani, hogy a hölgy szervezetében milyen kábítószerek voltak, és azt feltehetően honnan szerezte be. A rendőrség az elkövetővel szemben távoltartást is elrendelt, így egy darabig nem mehet édesanyja közelébe.
Kigyulladt egy 150 négyzetméteres felújított parasztház kazánháza, és tetőszerkezete január 5-én reggel Decsen az Öreg utcában. Az ingatlan lakói a tűzoltó kiérkezése előtt elhagyták az épületet. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, a bajai, a mohács és a vémindi hivatásos tűzoltók. Vízsugarak és kézi szerszámok segítségével a tetőszerkezet megbontásával fékezték meg a mintegy 50 négyzetméternyi felületen pusztító lángokat. Tájékoztatott a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tavaszias időben megdőlt a hajnali és a napi melegrekord is csütörtökön, közölte az egyik magyar meteorológiai szervezet a honlapján. Azt írták, csütörtökön megdőlt az országos napi legmagasabb minimum hőmérséklet rekordja. A Baranya vármegyei Boda állomáson nem csökkent 8,4 Celsius fok alá a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó rekordot 1998 óta a Pest vármegyei Vámos Mikolán mért 7,8 fok tartotta, míg 2022-ben ezen a napon 15,7 Celsius fokot mértek a Baranya vármegyei Dráva-Szabolcson maximumként, csütörtökön a Tolna vármegyei Báta állomáson 16,4 fokot rögzítettek. "2024-ben összesen 7 hosszú hétvégére készülhetünk majd. Ez annak is köszönhető, hogy egyetlen ünnepnapunk sem esik hétvégére. Lesz olyan alkalom is, amikor 6 egymást követő napon nem kell dolgoznunk." Az idei első munkaszüneti napunkon már túl vagyunk, január 1-e hétfőre esett. Március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe péntekre esik. Ezen a napon nem kell bemenjünk dolgozni. Ez azt is jelenti, hogy az idei évben ez lesz az első háromnapos hosszú hétvégénk. Húsvét idén a március 29-i nagypéntekkel kezdődik, és április 1-jéig húsvét hétfőig tart. Ekkor a legtöbbeknek 4 napig nem kell dolgozniuk. A május 1-i munkaünnepének köszönhetően sokan pihenhetnek szerdán is. Pünkösd 2024-ben 3 napos munkaszüneti időszakot hoz, május 18-a, 19-e és 20-a között. Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítás és az államalapító első István király emlékére kedden lesz. Ekkor szintén 4 napot otthon tartózkodhatunk, 17-től 20-áig. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének ünnepnapja október 23-a szerdára esik, ekkor sem kell munkával foglalkozniuk a legtöbbeknek. Minden szentek november 1-ére péntekre esik, így 1-től 3-áig ebben az időszakban is 3 napos hosszú hétvégét töltetünk el. Karácsonykor sokan örülnek majd, hiszen maratoni, 6 napos hosszú hétvégére lehet készülni. Az ünnep első napja szenteste kedd lesz. December 25-e szerda, december 26-a csütörtök, 27-e pedig péntekre esik. Szilveszter 2024-ben kedre, 2025 új évnapja pedig szerdára esik majd. Áthelyezett munkanapok augusztus 3-án, december 7-én és december 14-én szombati napokon lesznek. A hazai televíziós piac karakteresen átalakult az új évezredben, a technológiai fejlődés, a médiafogyasztási szokások változása és a digitális platformok megjelenése miatt. 1997 óta egyre több időt töltünk képernyők előtt, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatásából. 2022-ben átlagosan 10 évvel voltak idősebbek a képernyő előtt ülők a lakosság átlagánál. Bár a napi fogyasztási idő emelkedett, az utóbbi évtizedekben több mint 1 millió néző tűnt el a tévéképernyők elől. Elsősorban az idősebb generáció tagja jellemző, hogy rendkívül sokat ülnek a tévékészülékek előtt. Nekik az elmúlt 25 évben majdnem 3 órával növekedett a napi tévéfogyasztási idejük. Vannak olyan műfajok, amelyek kikoptak, vagy akár teljesen el is tűntek a műsor kínálatból. Ezek közé tartoznak például a színházi közvetítések. Tavaly 21.500 vonatokon és buszokon elhagyott tárgyat adtak le a MÁV Volán csoportnál. Ezek közül csaknem 12.000 került vissza a tulajdonosához, közölte a MÁV ZRT. A tájékoztatás szerint a legértékesebb elhagyott tárgyak nagyságrendileg néhány 100.000 forintot értek. Ezek között szerepeltek műszaki cikkek, mobiltelefon, okos óra, laptop, de az elmúlt évben találtak elektromos rollert, kerékpárt, gitárt és hegedűt is. Emlékeztetek arra, hogy a MÁV Volán csoport
Központ 2022 tavasza óta vezeti közös adatbázisban az elveszett tárgyak listáját. A tárgyakat az adott állomáson 8 napig, azt követően a kijelölt gyűjtőhelyeken általában 90 napig őrzi. Egy kutya etetése havonta átlagosan mintegy 12 ezer forintba kerül. Jelenleg 10-ből 4 magyar tart kutyát otthon. A legtöbben közülük egy kutyáról gondoskodnak, derül ki egy hitelintézet reprezentatív kutatásából. A közlemény szerint egy átlagos magyar gazda legalább évi 190 ezer forintot költ a kutyájára. A felszerelés, higiéniai ellátás, általános állatorvosi költségek az eledel mellett még nagyjából 47 ezer forintot emésztenek fel éves szinten. A 2018-as kutatással összevetve kiderül, a költségek csaknem 33%-kal emelkedtek 5 év alatt. A közleményben kitértek egy másik kutatás megállapításaira is, amelyek szerint a kutyatartók kevesebbet szoronganak és kevésbé érzik magukat magányosnak, mint a kutyát nem tartók. A kormány és a Magyarországos Horgászszövetség együttműködésének köszönhetően az elmúlt 7 évben megduplázódott a horgászok száma. Az ország legnagyobb civil szervezetének több mint 800 ezer tagja van, mondta a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán megjelent videóban. Nitrai Zsolt arról beszélt, a horgászok érdekét szolgálja, hogy a kormány megszüntette a kereskedelmi célú halászatot a természetes vizeken és visszaszorította az orvhalászatot. Hozzátette, hogy a Magyar Országos Horgászszövetség együtt dolgozik a kormány a Nemzeti Horgász Turisztikai Stratégián, amelyet még 2024 első felében elfogadhatnak. Ezután a remények szerint fokozatosan megvalósulhatnak azok a fejlesztések, amelyek a horgászok kényelmét szolgálják. Rendszerint minden év január elején megnő az edzőtermekben a bérletet vásárlók száma, de a kezdeti lendület hamar alábbhagy. Szexuális szakembert kérdeztünk, mi lehet ennek az oka. Az, nem adjuk föl csípőt, nem segít, hogy ennyit lámpa, azaz. Szuper! János és Csaba személyi edzőt kerestük meg munka közben, és kérdésünkre elmondta nekünk, mennyire fontos az eredményesség eléréséhez a helyes cél kitűzése. Sokan ezt elrontják az elején, így nagyon hamar kedvüket veszi a sport, pedig szakember segítségével ezt sikerre lehetne vinni. A külföldi és a hazai statisztikák és a tapasztalatok alapján ilyenkor az újévi fogadalmat tevők 38%-a választja azt, hogy a fizikai erőllétén változtatna, illetve egy kisebb százalék még a fogyást is ideveszi. De sajnos ugyanezek a számok azt támasztják alá, hogy az emberek nem túl kitartóak, ugyanis január végére ennek a számnak az egésznek a 80%-a teljesen abba hagyja az egészet. A maradék 10 pár százalék eljut márciusig, de ugye ilyenkor jó hír az, hogy aki idáig eljut, az tulajdonképpen kitart egész évben. Szerencsére Szekszárdon már több edzőteremben is van lehetőségünk testünket karban tartani személyi edző segítségével, illetve más sportágakat megismerni. Ahhoz, hogy az ember változtasson az életén, nem kell újévi fogadalom. Sőt, az lenne az ideális, ha mindenki, aki teheti, akinek ideje, pénztárcája engedi, változtasson az életén. Legyen ez bármilyen mozgás, lehet ez egy napi séta, futás, ideje legyen a konditerembe. Ez bármilyen futás megfelelő, ugyanis a magyarok nagyon keveset mozognak, és ez nem jó dolog. A sportszakember elmondta azt is, hogy 70%-ban számít a helyes táplálkozás az álomalak eléréséhez. A táplálkozás nagyon fontos, főleg, hogyha valaki a testsúly csökkentését tűzte ki céljául, akkor azt gondolom, hogy ezt a számok is alátámasztják, hogy 30%-ban maga a testmozgás, és 70%-ban az étkezés fogja ezt befolyásolni. Sajnos egyébként Magyarországon nagyon helytelenül táplálkozunk, nagyon sok műételt viszünk be, és nagyon kevés vizet fogyasztunk. A 14 éves kora óta rendszeresen sportoló Kun Attila el sem tudja képzelni mindennapjait edzés nélkül. Nem csak neki, hanem családjának is a mindennapjaikban szerepel a testmozgás valamely formája. Hetente 2-3-szor tudunk eljönni,
személyedzővel edzünk. Nekem nagyon fontos, meg a családomnak is, hogy pontosan végezzük a gyakorlatokat tervszerűen. Én úgy gondolom, hogy aki otthon nézeget videókat, hogy hogy kéne jól csinálni, azoknak szerintem a 20%-a az, aki pontosan meg tudja a gyakorlatokat csinálni. A sérülések, a balesetek elkerülése véget én azt gondolom, hogy megéri személyedzővel tudatosan edzeni. Ő tudja az alkatunkat, felméri a képességeinket, és ő azt szerint edz minket. Ő szállítja az edzéstervet, figyel minket, minden gyakorlatot pontosan végzünk el, és még esetleg táplálkozási tanácsokkal is segít minket. Nem véletlen a mondás, épp testben, épp lélek. Megfontolandó gondolat az év bármely időszakában. Regionális híreink következnek. Kisiskolás fiaival dolgozott az áruházi Szarka, évekre is börtönbe küldhetik a vádlottat. Csapadék, az őszi eső jót tett a szántóföldeknek. Egy összetartó közösség, bemutatkozik a Hímesházi Junge Hipster Táncsoport. Lopás büntettével és két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádolja azt a nőt a pécsi járási ügyészség, aki 2023. októberében egy pécsi áruházban kiskorú gyermekeivel együtt lopott. A szupermarketből már nem tudtak kijutni, a biztonsági őr visszatartotta őket. A vádlott anya akár több éves börtönbüntetésre is számíthat a jogszabályok alapján. Éppen fizetnek a pénztárnál a vevők ebben a pécsi üzletben. Ezt akarta elkerülni egy másik szupermarketben az a 49 éves nő, aki kiskorú gyermekeivel indult vásárolni. Végül vádemelés lett az akcióból. A vádlottnő 2023. október 15-én délben két gyermekével, egy 8 és egy 12 éves kisfiúval ment be egy pécsi áruházba. Az áruházban több terméket a bevásárló kosarukba helyezett, az egyik termékről eltávolította az áruvédelmi eszközt is. Ezután a gyermekekkel együtt az önkiszolgáló pénztárakhoz ment, ahol az egyik kisfiú még magához vett egy matricás állványról 5 csomag matricát is, és azt a ruházatába rejtette. Az önkiszolgáló pénztáraknál a nő 10 darab zsemjét kifizetett, közben a bevásárlókosarat az egyik kisfiú segítségével félrehúzta. A bevásárlókosárban levő termékeket nem fizették ki. Ennek ellenére a nő bepakolta azokat egy táskába, amit a gyerekek figyelemmel kísértek. Ezután mindhárman elhagyták az önkiszolgáló pénztárak területét. Az üzletből már nem tudtak kimenni, mert egy biztonsági őr megállította őket, és mindhármukat a biztonsági irodába kísérte. Az ellopott termékeket az áruház visszavette, így a okozott több mint 53 ezer forintos kár megtérült. A nő megszegte a gyermekek neveléséből folyó szülői kötelességét is, amikor a gyermekek jelenlétében velük együtt lopott az áruházban, ezzel a gyermekek helyes irányú erkölcsi fejlődését veszélyeztette. A nőt a pécsi járási ügyészség lopás büntettével és két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádolja. Ezek büntetési tétele akár több év is lehet a jogszabályok alapján. A bűncselekmények büntetési tétele a halmazati szabályok figyelembevételével 1 évtől 7,5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség arra tett indítványt a vádiratban, hogy a bíróság büntető végzést hozzon az ügyben, és a nővel szemben felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki. A két fiú még nem töltötte be a 14. életévét, ezért nem büntethetők. Velük szemben a nyomozóhatóság megszüntette az eljárást, azonban az esetről értesítették a gyámügyet a szabályok szerint. 2016 óta nem esett összesen annyi csapadék, mint tavaly az őszi hónapok alatt. Somogyban mintegy 200 mm-nyi eső hullott a földekre. A szakemberek szerint ez jó a szántóknak és a fás területeknek. Ugyanakkor a szőlőültetvényeken nagyobb védekezésre kell készülni a kórokozókkal szemben. Eltűntek a levelek, tehát a peronospora fertőzés az rendkívül erős volt, és itt látszik, hogy még a fürtök is gyakorlatilag tönkre mentek. Mediterrán, vagy inkább mérsékelt övi időjárás jellemzi hazánk területét 2016 óta. A szélsőséges időjárás pedig a szőlőültetvényeket is megviseli. Jó hír azonban a gazdálkodók számára, hogy a 2023-as ősz sok csapadékának köszönhetően a földek és a fásítások jobb állapotban vannak. A tavalyi évben, 2023-ban nem következett be ez a nagy asszály, tehát Somogy
vármegye megúszta. Most a csapadék, hát kérem szépen, most már 200 mm fölött vagyunk az őszi hónapokat tekintve. Agrárium olyan, hogy ha sok az eső, akkor az a baj, ha nem esik, az a baj, ha fagy, az a baj. Én azt mondom, hogy ha eső van, akkor ugye az régiek is azt mondták, ha eső van, akkor minden van. Tehát most már a talajok telítődtek. Kapos folyó és a Deseda közötti részen lehet látni vízfoltokat gyakorlatilag a vetésekben is. A víztározók, halastavak megteltek, amiről nem beszélünk sokat, például az erdőknek ez kifejezetten jót tesz, hiszen hatalmas erdőtelepítések vannak. Sok kártevő azonban nem pusztul el az enyhe tél miatt, mondja a szakember. Az elmúlt 6 évben a száraz idő azokat is hát alaposan igénybe vette. Most vélhetően, hiszen a víztározók megteltek, halastavak megtelnek, és ez a hiányzó csapadék ez nekünk most gyakorlatilag jó. Jól telelték eddig a kalászosok, a repce is jól telelt, tehát nagy fagy nem volt, ami károsította volna ezeket a növényeket. Most vannak aztán olyan elméletek, aki azt mondja, hogy ha enyhe az időjárás, akkor sok kártevő áttelel. Hát bizony, mert van igazság, mert valamelyik tojás alakba telel át, aztán lárva alakba, vagy imágó alakban a poloskák, amit ugye nagyon kedvelünk a poloskák, azok vigan áttelelnek. Nyilvánvaló, hogy tavasszal ezekkel lesz gond, tehát korai tavaszi lemosó permetezésre lesz szükség, hogy védekezni tudjunk ellenük. Egy dologban ellenben ez a csapadékos idő, ez nekünk hasznos. Például a mezei pocok, amit köznép úgy ismer, hogy mezei egér hihetetlen pusztításokat okozott. Szomszéd vármegyékben is láttam, nem is hittem, hogy ilyen nagy kárt tud okozni. Alföldön, Csongrád, Békésben, Kalászosokban nagy kárt lett. Most ez a sok csapadék, ez nem tetszik a mezei pocoknak. Az enyhe tél miatt sok helyen korábban rügyezésnek indulhatnak a gyümölcsfák, mondta Tóth István. Ennek a tavalyihoz hasonló tavaszi fagyok vethetnek véget, és okozhatnak nagy kárt például a kajszi ültetvényeken. A német nemzetiségi hagyományoknak nagy szerepük van Hímesházán. A faluban több kórus, zenekar, valamint tánccsoport működik. A Jungehipszer tánccsoport 2021 őszén alakult, azóta töretlenül járnak fellépésekre, szerveznek programokat. Hímesházán sok német anyanyelvű ember él. Ezért a német nemzetiségi hagyományoknak nagy szerepük van a településen. A faluban több kórus, zenekar, valamint tánccsoport működik. Nemesher Jungehipszer. A Hímesházi Jungehipszer tánccsoport 2021 őszén alakult. A legtöbb faluban feljött az a probléma, hogy a pandémia hatására különböző csoportok feloszlottak. Nálunk szerencsére éppen ennek az ellenkezőjét lehetett megfigyelni. A fiatalok összejöttek és alapítottak egy tánccsoportot. Nagy örömmel töltött el ez a kezdeményezés, már korábban is mondtam nekik, ha ilyen terveik vannak, szívesen segítek és vezetem a csoportot. A megalakulás óta rendszeresen próbálunk és veszünk részt fellépéseken. A Jungehipszer tánccsoport különlegessége, hogy aktív tagjai adják a zenei kíséretet. Kettő kiváló zenésszel is büszkélkedik a csoport, Kram András és Umstetter Bálint személyében. Több régi táncos füzet van, amit korábbi táncoktatók, illetve koreográfusok gyűjtöttek össze, és ezekből válogatjuk ki a táncokat, és leginkább egy kifejezett területhez, illetve témához kapcsoljuk őket, és ezek alapján tudjuk ezeket összekomponálni és feljátszani, ugye feljátszom hangszeren. A jövőre nézve is vannak tervei a tánccsoportnak. Szeretnének minél több rendezvényen fellépni. Ein Plan ist, dass wir... Azt tervezzük, hogy a következő évben a testvérfalunk lakóit vendégül lássuk. Nagyjából 40 ember jön ilyenkor látogatóba. Szeretnénk az ottani fiatalokkal közös programokat szervezni, közös táncot begyakorolni. Szívesen fogadunk felkereséseket falunapokra, svábbálokra. A későbbiekben szeretnénk különböző megmérettetéseken is indulni, ha elég széles lesz a repertoárunk. A fiatalok nem csak a hagyományok ápolása miatt tagjai a csoportnak, szeretnek egy ilyen közösséghez tartozni. A programok, fellépések, utazások összehozzák őket. Az ilyen közösségek segítenek abban, hogy az azonos érdeklődési körrel rendelkező gyerekek szorosabb barátságokat kialakítassanak. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden.
A tél kedvez a légúti fertőzésnek. Növekszik a betegek száma a rendelőkben. Elfajult családi vita a pénzfogságában. Munkaszüneti napok 2024-ben. Hét hosszú hétvégére készülhetünk. Újévi fogadalmak. Sokan sporttal szeretnének fogyni. Szombaton mediterrán ciklon éri el hazánkat, emiatt szürke, borongós nap lesz jellemző. Délkeleten csak elszórtan fordul elő időszakos szemerkélés. Vasárnap előreláthatólag a ciklon hidegfrontjával érkező sarkvidéki eredetű levegő árasztja el az ország térségét. Eleinte délkeleten még enyhe nap valószínű. A Dunántúlon viharossá erősödő északi szélre van kilátás. Marad a borongós időjárás. Hétfőre várhatóan elhagyja a térséget a csapadék zöme. A déli vármegyékben még előfordulhat hószálingozás, szeles, felhős, fagyos nap várható. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!